Évente közel 97 ezeren kapják el a bárányhimlőt a hivatalos statisztika szerint. Azonban az esetek mintegy 60%-át nem is jelentik, derül ki a Magyar Nemzet adataiból. A szülők azonban védekezhetnének a fertőzés ellen, egy-két vakcinából álló védőoltással. Ez jelenleg még nem tartozik a kötelező térítésmentesen elérhető oltások közé hazánkban. A két vakcináért összesen 20 ezer forintot kell fizetni gyermekenként. Mi nagyon szeretnénk, hogyha minél hamarabb minden gyermek átesne a védőoltáson. Ez gyakorlatilag két oltásból áll, ami teljes védettséget biztosít. Korábban ez hosszú évekkel ezelőtt egy oltást adtunk, és kiderült, hogy ez nem elegendő. Mivel ez egy legyengített élővírus tartalmazó oltóanyag, ezért bizonyos kor alatt nem célszerű adni, ezt mi egy éves kor körülre határozzuk meg. Tehát egy évtől két hónapos időközönként két oltással teljes védettség biztosítható. Az orvos hozzátette, ezt leginkább közösségbe kerülés előtt javasolt beadatni a gyermekeknek. Bár jövő héten már kezdődik a tanév, Újhelyi János szerint még nem késő, ha legalább az első vakcinát megkapja valaki. Így még ha el is kapja a gyerek a bárányhimlőt, a szelidebb lefolyású és biztosan szövődménymentes lesz. Sok szülő azonban még mindig nem oltatja be a gyermekét. Tévedés az, hogy szülők részéről, hogy ez jó dolog, hogyha ha elkapják egymástól. Tudunk arról, hogy bizonyos városokban vannak ilyen zsúrok, bárányhimlő zsúrok, hogy egy bárányhimlős gyerek környezetébe összejönnek a gyerekek, és hát ez nagyon veszélyes, mert ez lehet akár életveszélyes lefolyású is. A bárányhimlő kezelésében is vannak problémák Újhelyi János szerint, főleg a kiütések és hólyagok eltüntetésére használt krémeket vagy esetleg házi praktikákat kellene elfelejteni a szülőknek. Ő azt javasolja, külsőleg ne használjanak semmit a gyermekek bőrén. A bárányhimlőnek, mint bármelyik vírusfertőzésnek, lehet olyan komoly egész szervezetre kiterjedő hatása, mint például a tüdő vagy agyhártyagyulladás, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség.